Egészségügyi perceink következnek. Műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat. És a mi orvosunk, dr. Szegő Péter itt van a stúdióban. Jó reggelt! Jó reggelt! Egy nagyon fontos témáról, betegségről fogunk beszélni, aminek ugye olyan tünetei vannak, amit az ember talán ugye a hétköznapi nyelven mondhatjuk, hogy érthető is, hogy próbál kendőzni. Igen. Tabu téma. Pláne magyarul. Ilyenkor nyáron, amikor odakint meleg van, és mindennek egy kicsit jobban van szaga, és mindennek egy kicsit jobban, hát mondjuk, hogy körbelengi a betegség tudata, és ilyenkor a betegeket, ugye ez a vizelettartási zavar, amiről most beszélgetünk, annak is egy külön válfaja, ez pedig az úgynevezett stressz inkontinencia, ami arról szól, hogy az illető, amikor köhög, tüsszent, föláll, függőlegesbe kerül, akkor hirtelen elcsöppen egy minimális mennyiségű vizelet, ezt nyilván betege válogatja, hogy minimális vagy kevésbé minimális, de az biztos, hogy rettenetes diszkomfortot csinál, és folyamatosan minden egyes másodpercben ennek a tudatában végez mindent. Tehát azt el lehet mondani, hogy a különféle szociális interakciókat, azokat mindet ennek a tudatába próbálja ilyenkor az ember tenni. Tehát mennyire tud közel menni a másikhoz, megérzi a másik, vagy nem, elkendőzte, vagy nem, kellette volna most betétet cserélni, pelenkát cserélni, vagy nem, ahhoz, hogy ne legyen se szaga a dolognak, se sem, és hát azért valljuk be, ez azért egy elég borzasztó élmény. Hány embert érint ez Magyarországon? Hát egyes, nyilván a jéghegy csúcsa az az, amit nagyjából látjuk, de ezt el lehet mondani, hogy ha valaki nagyon elhízott, ha valaki többször szült, hogyha valaki alkatilag erre fogékony, akkor sajnos neki lesz. Körülbelül úgy egyébként hát az idősebb korú nőknek ugye a harmada biztos, hogy érintett ebben a problémakörben. Az mit jelent életkor tekintetében? Hát 50-55 éves kor fölött biztos. Tehát akkor már úgy alakulnak, akkor süllyed ehhez a kis medencében. Mennyien fordulnak orvoshoz? Hát ez meg egyéni tolerancia függvénye, mert ugye az emberek egy jó része úgy van ezzel a dologgal, hogy megoldom magam. Aztán vagy sikerül, de vagy azok nem. Ugye tüneti kezelések. Abszolút, tehát igen. Hát itt ugye egy oki kezelést kéne ennek az egésznek adni, és hát hogyha már erről beszélünk, erre egyébként van olyan megoldás, ami járóbetegként igénybe vehető, nem is egy nagy megterhelés igazándiból, az egy lézeres beavatkozás. Ilyenkor a húgyhólyagnak a helyzetét, illetve a kismedencei szöveteknek a helyzetét alakítjuk át úgy, hogy a hólyagnak a helyzete úgy változzon meg, hogy az zárás tökéletesebb legyen. Mennyi ideig tart? Maga a beavatkozás, vagy a beavatkozás? A beavatkozás maga nem hosszú, az elővizsgálati rész az, ami hosszú. A beavatkozás az egy nagyjából egy 15-20 perc alatt megvan maximum. Az elővizsgálat az igényel egy urológiai vizsgálatot, igényel egy nőgyógyászati vizsgálatot, ezt mind a kettőt egyszerre meg kell csinálni, és hogyha ezek alapján indokolt és lehet csinálni, akkor meg lehet csinálni a dolgot. Na és mi pontosan a beavatkozás? Hát a beavatkozás maga az egy lézeres beavatkozás, nem feltétlen térnék ki ennek minden részletére, hiszen nem gondolnám, hogy egészben tévéképernyőre való, de arról van szó, hogy egy lézersugárzó fejjel a kismedence mélyén olyan változásokat hozunk létre, ami miatt ez az inkontinencia vizelet elcsöppen, és ez megszűnik időben. Fájdalmas? Nem, egyáltalán. Tehát semmi? Nem fájdalmas egyáltalán. Én azt mondanám, hogy ha az ismerőseim, rokonaim között valakinek ilyen lesz, akkor biztos, hogy csak ezzel fogom őt kezeltetni. Kell ismételni ezt a beavatkozást, ezt a kezelést? Hát egy párszor kell, nyilván emberfüggő ez is, tehát hogyha ha azt látja az urológus, hogy a kis medencében olyan a helyzet, akkor meghatározhat magasabb kezelés számot. Alapvetően nem kell arra gondolni, hogy 100 kezelés kell hozzá, ez 2-3 kezelés maximum. És onnantól kezdve, amikor véget ér egy ilyen kezelés, akkor azt már nem is kell soha megismételni. Hát van utókezelés része a dolognak természetesen, tehát magától ettől a kezeléstől, ettől megváltozik a kismedencében nagyon sok minden. Ahhoz, hogy ez a dolog tökéletes legyen, ahhoz hát egy kismedencei tornát, egy gáttornát szoktunk még javasolni. Ezt vagy a beteg megcsinálja saját magától otthon, Isten bizony megesküszik, hogy megcsinálja. Vagy van egy erre alkalmazandó úgynevezett mágneses székünk, ami a kismedencét tornáztatja. Úgyhogy a beteg csak rajta ül. Nagyon sokszor beszélgetünk itt a stúdióban, és nagyon helyes módon sok alkalma, hogy ilyen betegségekről, súlyos betegségekről, és mindig egy visszaköszönő, nagyon-nagyon fontos része ugye a prevenció, a megelőzés, vagy hogy mikor van az első olyan tünet, ami alapján már egyértelműen kellene tudnunk, hogy ez miről szól. Ennél az inkontinenciánál mi az az első tünet, doktor úr, amikor az ember egyértelműen merjen arra gondolni, hogy na ez az. Hát az semmiképpen nem normális, hogy az illetőnek
a vizelete elcsöppen. Uh-huh. Tehát akár az első két csepp is már kórjelző tud lenni, és már akkor oda kell figyelni arra, hogy valami alakul. Lehet, hogy az még magától vissza fog fejlődni, mert mondjuk szültés után a kismedencéje visszarendeződik, vagy szültés után a gátizomzata visszarendeződik, de alapvetően, hogyha ha ez azért mondjuk egy 3-4 hónapon belül nem áll meg, fönnmarad, vagy súlyosbodik, akkor mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni, mert testi és pszichés bajok is lehetnek belőle uh-huh. bőven. Most egyébként, hogyha ha korán kapjuk el ezt az egészet, akkor meg lehet előzni a pszichés torzulásokat is, amik ennek a kapcsán kialakulnak. Ez a kezelés, ez mindenkinél működik? Vagy van, akinél kevésbé, meg van, akinél ellenjavult? Hát ellenjavulatai vannak nyilván ennek a kezelésnek, ezt az urológus eldönti a szakvizsgálat, az ötös szakvizsgálat során. Az, hogy mindenkinél működik-e, vagy nem, nyilván annál csináljuk meg, akinél várjuk azt, hogy működjön. Tehát akinél nem ez a beavatkozás kell, hanem tényleg valami belemenősebb, invazívabb műtéti megoldás, akkor azt kerekperec meg mondjuk neki, hogy inkább abba az irányba próbálkozom, mert ott az lesz a megoldás, tehát ide nem szoktunk olyanokat beleengedni, akinél nem működne adott. Ne menjünk azért amellett, a kifejezés mellett el, amit az előbb említett, ez a bizonyos pszichés torzulás. Igen. Mert hogy feltételezem, hogy ezek a betegek azért egy idő után annyira kezdik magukat szégyelni, hogy ugye szinte közösségbe vagy társaságban nem mennek így járni. Van, bizony. Hát ezt, amit az elején mondtam, hogy az összes interpersonális kapcsolatukat, az összes kommunikációkat, akár testi, akár verbális kommunikációkat, ezt ezzel alakítják. Tehát ez mindig ott van, hogy vajon a másik érzi-e, én ezt szégyelem, el kéne rejtsem, csak olyan közel merek hozzá menni, hogy biztos ne érezze meg, belül vagyok-e már azon a zónán, vagy nem vagyok azon a zónán belül, tehát ez azért egy elég nagy torzulás. Mióta létezik ez a kezelés? Tehát, hogyha az emberek ezt tudják, akkor sok-sok ilyen problémát hozzá azért beszélünk meg róla, hogy tudják, illetve előzni. A másik, amivel elterjed, még tudunk... vagy még mindig elterjed, tabu, nem, és nem tudnak róla. Maga az inkontinencia az egy kicsit tabu, igen. Most az elterjesztésében úgy tudunk egyébként mondjuk, hogy segíteni, hogy azért, hogy az Ormos Intézet az magánfinanszírozott intézet, de ezeknek az elővizsgálatoknak, illetve a beavatkozásoknak az árát, azt meglehetősen alacsonyan szoktuk tudni tartani. Tehát aki hozzánk jelentkezik, az tudhatja azt ebből a kezelésből is, hogy hát ez kvázi idéző, bár nem szeretem használni ezt a kifejezést, de idézőbe téve ez egy akciós ár az egészre. Ezt tényleg nagyon nem szeretem használni, de erről van szó, hogy itt tudunk tartani egy olyan árszínvonalat, ami azt hiszem, hogy számos ember számára elérhető. Hát nagyon örülök, hogy egyébként beszéltünk erről. Amúgy egy ilyen típusú beszélgetésnek már mint ami itt a stúdióban mondjuk így megtörténik, hogy a doktor úr nagyon sokszor ugye jár hozzá. Igen, most régen volt. Nem rajta múlt. De szabadságon is volt. Igen. Azt a mit. Hogy képzelt ezt? Pihen az orvos. Na, komolyra fordítva szólt, hogy legalább ilyen szempontból felelősség teljesen tudatosan gondolkoznak a betegek, és amikor hallanak mondjuk így ilyen preventív jellegű orvosi beszélgetést, ebből valami érződik egyébként? Természetes, persze. Hogyne. Tehát onnan tudjuk azt, hogy eljut a betegekhez az üzenet, hogy megtudják azt, hogy ez a kezelés létezik, hogy azért ezek a betegek, ezek nálunk utána jelentkeznek is. Mert nagyon sokszor mondják ezt az orvosok, bocsánat, hogy a magyar betegek, azok ilyen felelőtlenek. Ez kicsit igaz, de én azt mondom, hogy ami kifejezetten kellemetlen, vagy ami látványos, vagy ami fájdalmas, azt azért előbb-utóbb szeretik elintézni. Vagy ha nem intézik el, akkor megpróbálnak együtt élni vele. Most ebben az esetben nem érdemes megtanulni ezzel együtt élni, hiszen meg tudjuk oldani ezt a problémát. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A műsor támogatója az Ormos Intézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat.